Több mint négy tonna kokaint foglaltak le a Triesti kikötőben. Ez a valaha volt egyik legnagyobb drogfogás Európában. Az olasz rendőrség egy kolumbiai bűnbanda ellen indított nyomozást, és eközben bukkantak a nagy mennyiségű kábítószerre. Csak nem 40 ember ellen indult eljárás. Ketten pakolják a zöld foliába csomagolt drogot az autó csomagtartójából Róma közelében, ez látható az olasz rendőrség felvételein. Az is látszik, hogy rövid időn belül megérkeznek a helyszínre a hatóságok, és lefoglalják a szállítmányt. Ebben a kocsiban 167 kilónyi kokain volt összesen. A rendőrök többször is rajta az egyik legnagyobb kolumbiai drogbanda, az öböl kartel kisebb szállítmányain, de végül Trieste kikötőiben találtak több mint négy tonna kábítószert. Az óriási mennyiségű drog 240 millió eurót érhet a fekete piacon, ami átszámítva több mint 93 milliárd forint. Kezdetben csak annyi információnk volt, hogy például 300 kg drog érkezik Olaszországba, de tudtuk, hogy ez csak egy próbaszállítmány, aminek sikeresen meg kell érkeznie a folytatáshoz. A fontos rakomány csak ezután érkezik, de nem tudtuk, hogy mekkora lesz. Aztán láttuk, hogy négy tonnás. Magyar ezt a trieszti főügyész. Ez a valaha volt egyik legnagyobb drogfogás Európában. Az ügyel kapcsolatban 38 ember ellen adta ki elfogató parancsot, az olasz és a kolumbiai csempészek mellett szlovén, bolgár, horvát és holland állampolgár is van a feltételezett bandatagok között. Az olasz hatóságok hónapokon át nyomoztak a kolumbiai bűnbanda után, hogy a szervezet minden tagját megtalálják. A hagyományos nyomozási módszerek mellett embereink be is szivárogtak a szervezetbe, ami lehetővé tette, hogy olyan bizonyítékokhoz jussunk, amelyeket különben nehéz megszerezni a trieszti pénzügyőség vezetője. Az öbölkartell tavai tavaly októberben kezdték felszámolni egy nemzetközi akcióban, amikor a kolumbiai rendőrség elfogta a kábítószercsempészek vezetőjét otoniel -t. A szervezet a dél-amerikai hatóságok szerint egy globális 28 országra kiterjedő hálózatot üzemeltetett. Becslések szerint havonta átlagosan 20 tonna kokaint értékesítettek. Szakértők szerint Pablo Escobar bukása óta ennek a hálózatnak a felszámolása lehet a legnagyobb csapás a kolumbiai drogkartellekre